A 2020-21-es bajnoki évad zárásaként 2021. május 22-én szombaton került megrendezésre a dr. Kocsis Attiláné U15-ös országos leányröplabda bajnokság keleti csoportjának döntő fordulója a Hajdúböszörményi Városi Sport és Rendezvényközpontban. A hazai rendezésű döntőn a HTE, az Egri Városi Sportiskola és a Miskolci Sportiskola csapatait fogadta. A röplabda szakosztály technikai vezetőjével a mérkőzések közben készítettünk interjút. A dr. Kocsis Attiláné nevével fémjezett országos gyermekbajnokság U15-ös lány röplabda döntőfordulója zajlik éppen a hátunk mögött. A keleti csoportban nagyon szép eredményeket értünk el, ez már a helyosztó mérkőzés, tehát a HTE U15-ös lányai a dobogó valamely fokáért küzdenek, reményeink szerint az első fokáért. Az idei bajnokság számos kihívást tartogatott magában. Nyilván a járvány az valamely aspektusát érintette a sportnak is, de azt gondolom, hogy sikeresen vettük az akadályokat, és sikerült minden kihívással szembenéznünk. Az eredményeink is ezt bizonyítják. A lányok 24 csapat közül jutottak a legjobb háromba, és mindenképpen dobogósok lesznek. A mai délutánra már azt is tudni fogjuk, hogy pontosan melyik helyet fogják elérni. A csapatok közt olyan nagy múltú, illetve nagy nemű csapatok is szerepelnek, mint a Kispest vagy az UTE, de mérkőztünk budapesti, szegedi, nyíregyháziak és debreceni csapatokkal is, úgyhogy azt gondolom, hogy kiválóan helytálltak a lányok, és semmi okunk nincsen arra, hogy ne legyünk erre nagyon-nagyon büszkék. Milyen az első három csapat, az ellenfelek, Eger és Miskolc csapata, mennyire erősek? Ahogyan már említettem, ez a helyosztó, tehát a legjobb három csapat került ide. Ennek megfelelően a színvonal és a kihívás is jóval nagyobb. Jelenleg az Egri Városi Sportiskola csapata ellen mérkőznek az U15-ös lányaink. A következő mérkőzés pedig a Miskolci Városi Sportiskola gárdája ellen fogjuk játszani. Bizakodóak vagyunk, az első szettet azt nyertük Eger ellen, illetve a múlt héten Miskolc csapatát pedig sikerült legyőznünk egy 3-0-es szettarányjal, hogy reméljük, hogy legalább egy ilyen szép teljesítményt tudunk folytatni egyrészt ezen a mérkőzésen, a következő mérkőzés pedig bízunk benne, hogy rutinszerűen hozzák majd a lányok. Az izgalmas mérkőzések végén az ezüstérem szépen csillogott a Hajdúböszörményi lányok nyakán.